Minden eddiginél többen vettek részt idén az Egri rózsaszín szalagos sétán. Októberben közel 30 hazai városban hívják fel a figyelmet a nőket érintő betegségre. Sokan veszik komolyan ezt a fölhívó sétát, de ez tűr is a legfontosabb. A korábbiaknak megfelelően a belvárosban sétáltak együtt fiatalok és idősebbek. Útközben a mozgalom jelképét, rózsaszín léggömböket osztogattak a szervezők. Így ösztönözték a nézelődőket is a rendszeres szűrővizsgálatokra. Fölhívják a figyelmet, hogy elgondolkodjanak az emberek azon, hogy vajon megtesznek-e mindent, hogy a saját egészségük érdekében jól gazdálkodnak-e az egészséggel. Ha hívják a szűrésre, elmegye, betartja-e a tanácsokat. Tehát ez egész ezt szolgálja. A főiskola hallgatói egy flashmobbal készültek, így figyelmeztettek a megelőzés fontosságára. Az Eszterházy Károly főiskolára járok, és fontosnak tartom, mivel a manapság elég gyakori betegség a mellrák sajnos, és a megelőzés elég fontos. A séta végén a dobótéren bárki csatlakozhatott a tömeghez. Elismert szakemberek beszéltek a betegségről. Elhangzott az is, hogy évente 7000 magyar nő küzd a mellrákkal, és bár legtöbbjük meggyógyul, 2300 esetben tragikus véget ér a betegség. A szervezők azt remélik, a megmozdulásnak köszönhetően évről évre több nő vesz majd részt a szűrővizsgálatokon.